Szevasz, jöttünk egy interjút csinálni. Halló. Hogy hívnak? Cigán Lajos vagyok. Mi van veled, hogy vagy? Frankon. Mondjál valamit. Szűz vagy még? Hallod, ha ember ilyen hülyeséget kérdezne, persze, hogy nem vagyok máza. És hogy történt, hogy nem vagy szűz? Hát az egy kicsit hosszú történt. Nem annyira hosszú történt. Meséld. Meséljek? Oké. Hát figyelj. Hát ez Alföldön történt, már mivel hogy Tatán lakom, de nem ide valósi vagyok, ugye? Ez Alföldön történt, ugyebár. Hát figyelj! Hát, már lassan 30 éves leszek, most már pár nap, ugyebár, és 40 éves asszonnyal összeállítottak, már be voltam baszva. Ja, de szorom, kit érdeke. Aztán meddugtam, már bocs. Hát figyelj, hát emberi dolog, nem? Na, megtörtént a dolog, aztán kész. Ennyi. Más valami? Mi szeretni mi hallani? Mi a véleményed a mai fiatal páva gyerekekről? Hát hallod? Tudod, mit mondok én ezekre? Esküszöm neked. Egyet mondok nekik. Egyet mondok ezekre. Hú, bazd, ezek egy ilyen... ilyen drogosok. Nem foglalkoznak abban, hogy most édesanyámon, édesapámon segíteni kéne. Csak annyi az egész, hogy megnézik az órát, hogy most ettől még ettől én beállok, aztán ott állok a számítógép előtt, aztán füvezek. Bocs, nem akarok hangos lenni, mert mindegy. Aztán füvezek, aztán mikor be vannak füvezve, totára beállnak, érted? Aztán ezek olyanok, hogy kint vannak a vasútállomásnál. Figyelj, ezek nem lehet mit mondani, hogy, mint hogy ilyen köcsögök. Aztán kötözködősek, hagyjad ma, ember, hallod? Kötözködősek. Egyszer beír, ezt hallgass meg. Egyszer mentem hazafele, 11 óra fele, aztán találkoztam egy cigány gyerekkel. Aztán mondta nekem a cigány gyerek, hogy van egy szál cigim. Mondtam neki, hogy mondom, persze, hogy van. Odaadtam neki, aztán mondta, hogy azt mondja, van zsíd. Mármint, hogy persze, mondom, van. Odaadtam, mondta neki, hogy azt mondja, gyere, azt mondja, vegyünk valamit. Hát mondom, persze, mondom, vegyünk valamit. Megvettem a 2 literes bort, vettem cigit. Milyen bort szoktál inni? Hát figyelj, a kedvencem. Flaskás kedvenced. Flaskás a kedvencem. De abba is. A fél édes barátom. Ez flaskás bor, az jó? Hát figyelj, az... cukor. A kannás halál, fain? Jó a kannás figyelj, halál? Az elmegy, de... az is cukor. Nem az a nagyjábú, nem az a nagyjábú, ám. De figyelj... vágom, na. De az ennyi. Elmegy. Elmegy az így. Az így elmegy. Hány éves korod óta cigizel? Hú, bazd meg, az jó kérdés! Ez halod, totálra fasza egy kérdés. Hát mit mondjak neked? Ezt lehet, hogy nem fogod elhinni. Édesapám se tudta, meg édesanyám se. Hát várjál. Hány éves koromban kezdtem el cigizni már, mint azt kérdezed? Igen. Hogy? Hány éves korod óta cigizel? Hány éves korom óta cigizem? Oké. Hát figyelj. Hát egy olyan... nem akarok neked hazudni, 12 éves lehettem. És apád mit csinált veled, mikor cigiztél? Mikor megtudta? Figyelj, mikor megtudta, esküszöm neked. Hát figyelj, hát persze, ugyebár a gyerekit megvédi az ember. Megszíjazt, az leszarom. Megszíjazott? Persze. Hányat kaptál? Figyelj, kit érdeke, kaptam pofont, azt meg azt figyelj, és kit érdeke, akinek nem tetszik. Ne tegye le, ennyi. És hányat kaptál szíjjal? Nem kaptam szíjjal, nem. Nem? Mert ha hazudnák, akkor kaptam szíjjal. Csak le akarta vetni a szíjat, mert akkor jött be a bátyám, az öregebbik. A cigány Zoli? Nem. Ez apámnak a... hagyjuk. Na, szóval... akkor és? Kaptam volna, aztán... azután megengedte, hogy cigizzek, meg aztán piázzak. Az jó.
figyelj, ez van. Figyelj, ezek a mai napi hülye gyerekek, csak figyelj, nem foglalkoznak semmivel se, csak füleznek, piáznak, be vannak milyen állva. Milyen bort iszol? Mutasd a címkéjét. Hogy? Milyen bort iszol? Ez egy ilyen csüves geci bor. Figyelj, most hiába megkaptam a 10 000-et. 10 000 forintból elvettem magamnak egy 1000 forintot, aztán a többit adottam édesanyámnak. Ennyi az egész bazna. Akinek nem tetszik, kapja be. Van munkád? Hallod, ilyen hülyeséget kérdezni ember. Ha ma, hát mit mondjak neked? Ma ha, várja, hát olyan 3 éve már basz meg egy helyen vagyok ember. Hát miről beszélsz? És mit dolgozol? Hát lovardában vagyok. És ott jó? Mit kell csinálnod? Ez jó kérdés. Hogy mondjad? És a lovardában mit kell csinálnod? Hát figyelj, megetetem az állatokat, megítatom az állatokat, aztán majd talán, ha kell, akkor majd trágyázom is kell, de az nagyon ritka. Mert tudod, lovak az olyanok, hogy... És mit csinálnál, ha most kapnál valakitől egy nagy pofont? Hallod? Mi? Mondjad még egyszer! Mit csinálnál, ha valakitől kapnál egy nagy pofont? Mit csinálnák? Aha. Szerintem térdre... Várjál, nem jól mondom. Szerintem letérdepéltetném.